Üdvözlök mindenkit a termékbemutató videómban. Most egy dupla kamerás autó felvevőt fogok bemutatni, ami tartalmaz G-szenzort és GPS-t, mozgásérzékelőt és két kamerát. Itt ugye, ami nagyon fontos, hogy ez két kamerával rendelkezik, aminek a lényege, hogy veszi az utasteret is. És az utastérben lévő balesetet is lehet rögzíteni, egy esetleges biztosítási kérdésre választ ad a felvétel. És Nullux, tehát sötétben is ugye lehet rögzíteni. Ezt a kamerát a 220 voltba vásároltuk 25 000 forintért, úgyhogy nézzük meg, mit kapunk a pénzünkért. Maga a fejegység. Leírás. Hát ez egy alap leírás, ami nagyon fontos, hogy tartalmazza a GPS-t. Nagyon sok cég GPS nélkül árulja, és ezen az esetben ez plusz pénzbe kerül. 8-10 ezer forint is lehet egy GPS. USB kábel. Szivargyújtó. És a tapadókorong. Most mivel még nem töltöttem föl, ezért amit hátrányként tudok elmondani az, hogy ez nem a micro USB, hanem a régebbi szabvány. Beteszek egy 32 GB-os memóriakártyát, 10-es szabványú az a minimum elvárás már egy ilyen kamerához. Fordítva. És próbáljuk meg bekapcsolni. De nincs benne. Szóval, na jó, nézzük a készüléket. Ez is ugyanúgy mozog. Ez a ez a konzolnak a fogója. GPS, külső kimenet. És maga a menürendszer. Megpróbálom rátenni töltőre. Kialakítja a saját fájrendszerét. Oké. Okay. Menü. Hát ezeken a nyelveken tud. Hopp, átállítjuk párra.
Na, jó, gyors. Itt lehet váltogatni a még kamera. Aha, és itt rögzít. Na hát egyelőre ennyi, menjünk ki a terepre, aztán nézzük meg ott.